A mínusz egyedik napon, vagyis kedden mindkét csapat bemutató edzésre készült, azonban csak a videóton tudta megtartani ezt. Délelőtt 10 órakor Paulo Souza felcsúton a Puskás Akadémián vezetett foglalkozás csapatának. A Sturm Graz kedd este a Sóstói stadionban edzett volna, azonban a hirtelen jött felhőszakadás miatt csak néhány perces mozgás jött össze Franco Foda gárdájának. Ez természetesen szerda este már nem számít semmit sem, mindkét csapat arra készül, hogy tovább lépjen a Bajnokok Ligája következő körébe. Kétségkívül a videótonnak van nehezebb dolga. Az első meccset 2-0-ra nyerte a Sturm, azonban Gosztonyi András, a Vidi középpályása biztos abban, a Vidi képes lehet ledolgozni hátrányát. Tényleg egy nagyon nagy lökést adhat a csapatnak, hogyha az első fél időben, vagy az első 20 percben gólt tudunk rúgni, talán ugye az ellenfelünket is megzavarhatja a gyors gól, de azt gondolom tényleg, hogy nem számít, hogy mikor rúgjuk, csak ugye rúgjunk 3 gólt, igazából ez a lényege. Fontos szerepet kaphat majd a videóton védelme is a 20-30 perckor kezdődő találkozón, a Vidinek ugyanis el kell kerülnie a kapott gólokat. Horváth Gábor, a fehérváriak válogatott védője szerint képes lehet erre a csapat, ráadásul a klub legutóbbi két nemzetközi meccsén eredményesnek bizonyuló hátvéd ezúttal is megzörgetné az ellenfelek hálóját. Szeretnék betalálni, ugye, hogy az előző Európa Liga mérkőzésen a Maribor ellen vagy a Grasshoppers-t is emlegethetem, de nem az a legfontosabb, hogy Horváth Gábor gól szerezzen, hanem holnap a videóton jusson tovább. Úgy gondolom, hogy a pontrugásokra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ugyebár minden mérkőzés nüanszokon múlik, és ha ezeket jól végezzük el és jól érkezünk a kapu elé, akkor sikeresek lehetünk pontrugásból, ami segíthet minket a győzelem elérésében. Az előjelek biztatóak a videóton számára, minimum 10 000 néző szorít majd a csapatnak, és Paulo Souzának nem kell nélkülöznie egyetlen játékosát sem sérülés miatt. A videóton Sturm Graz BL visszavágó 20:30 perckor startol a Sóstói stadionban.